tisztelt országgyűlés, teljesen világos az, hogy a szavazólap lefényképezésének lehetővé tételével, illetve törvényesítésével azt a csalást akarja legalizálni a Fidesz, amelyet ő is elkövetett számos alkalommal, de elég vicces az, hogy a szocialisták úgy tesznek, mintha soha nem éltek volna ezzel az eszközzel. Tudjuk jól, hogy 30 éve folyik Magyarországon az a gyakorlat, amely lenézi az alacsony iskolázottságú embereket, és elsősorban a cigányság szavazatait megvásárolják. Korábban az MSZP ugyanezt a gyakorlatot folytatta, most pedig a Fidesz az, amely ehhez az eszközhöz nyúl. Fogok erre konkrét példát is mondani, fogok jogerős bírósági ítéletet is idézni ezzel kapcsolatban, nem csak olyan lózungokat fogok mondani, mint itt a balliberális ellenzéki képviselők tették. Az, hogy ezzel kapcsolatban éppen a KDNP vezérszónoka hivatkozik az Emberi Jogok Európai Bíróságára, az is megmosolyogtató, hiszen néhány hónappal ezelőtt még azt vetették fel itt, hogy a Magyarország akár fontolja meg, hogy kilép ennek a bíróságnak a fennhatósága alól. És a Mi Hazánk mozgalom ezt egyébként támogatná, hogy ezt megtegye Magyarország, hiszen itt olyan a börtönbiznisz ítéleteit, börtönbiznisshez kapcsolódó ítéleteket hoztak meg ezen a bíróságon Magyarországgal szemben, ami egész egyszerűen vérlázító. Milliós kártérítést kapott például Hagyó Miklós, szegény, korrupt főpolgármester helyettes, mert penészes volt a cellája, ezért a magyar állam köteles volt neki milliós kártérítést fizetni, vagy annak a két kiutasított bangladesi menedékkérőnek is 10 000 eurós elégtételt kellett fizetnie a Magyarországnak, akiknek szintén nem volt megfelelő a fogvatartási körülményük. Tehát az, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságára hivatkoznak, és ezt mérceként fogadják el a kormány oldalon, az egész egyszerűen vérlázító és visszautasítandó. Ráadásul hiteltelen is, hogyha önök arról beszéltek a börtönbiznisz kapcsán, hogy lépjünk ki ennek a bíróságnak a fennhatósága alól, akkor más ügyekben, választójogi ügyekben pedig miért tekintik mércének ugyanezen bíróság ítéleteit. Ez érthetetlen és hiteltelen az önök részéről. Sokkal fontosabb lenne, és valójában azt kellene meglépnie a kormányzatnak, ha a népakaratot valójában figyelembe venné, hogy írni-olvasni tudáshoz kötjük a szavazati jogot. Hende Csaba képviselő úr ezt veszélyesnek minősítette a vezérszónoki felszólalásában. Azt elhiszem, hogy a Fidesz-KDNP-re nézve ez veszélyes lenne, de a magyar társadalom szempontjából ez egyáltalán nem lenne az, sőt, hozzájárulna ahhoz, hogy tisztább képet kapjunk a választók akaratáról. Azt, hogy valamit Magyarországon egyébként alapfokú iskolai végzettséghez kössünk, azt a magyar jogrendszerbe éppen önök hozták be 2010-ben, amikor a jogosítvány szerzés feltételéül szabták egy törvényjavaslatban, hogy alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelni, rendelkeznie annak, aki gépjármű vezetői engedélyt szerezhet magának. Tehát a magyar jogrendszertől ez a megoldás egyáltalán nem idegen. Sokkal jobban kifejezni a választóknak az akaratát, hogyha nem szavazatvásárlással módosítanák az eredményt, mert van Magyarországon olyan település, nemrégiben jártam ott személyesen is, Heves megyében, Kompolton, ahol szavazatvásárlás miatt konkrétan más lett a polgármester, mint aki enélkül lett volna. Egyetlen szavazattal nyert 2014-ben Balázs Zoltán ezen a településen, és a bíróság 3 esetben mondta ki jogerős ítéletében, hogy szavazatvásárlás történt, hogyhogy nem a cigány soron. Balázs Zoltán esetében ezt kimondta a bíróság jogerősen, hogy 3 esetben megvásárolta a szavazatát az embereknek, így nem is az lett volna a választási végeredménye, nem az ült volna a polgármesteri székbe, aki így a jogsértések következtében lehetett polgármester. És a magyar jogrendszer milyen? Következő választáson Balázs Zoltán nyugodtan ismételten elindulhat, teljesen mindegy, hogy a bíróság jogerősen kimondta róla, hogy szavazatvásárlással nyert lett polgármester, és mit ad Isten, 2019-ben a helyiek szerint már nem szavazatvásárlással, hanem szavazatvásároltatással, de ismételten abban a szavazókörben szerzett nagyon nagy előnyt, és a polgármesteri székét biztosító szavazattöbbséget, amelyik szavazókörhöz a cigány sor is tartozik. Érdekes módon ezt az elképesztő, ordító igazságtalanságot nem akarják kezelni, sőt,
törvényesítik, sőt, könnyebben ellenőrizhetővé teszik azt, hogy az egyes állampolgárok, akik szavaznak, vagy akiket szavaztatnak, ők kire húzzák be az X-et. Balázs Zoltán egyébként az Ahol a haszon, ott a haza elvét követi, mert korábban nagy barátja volt Kóros Lajosnak és Gyurcsány Ferencnek, ma pedig már sokkal inkább a Fideszhez húz és a Fidesszel üzletel ott, tehát az ő személye is mutatja azt az elképesztő 30 éve Magyarországon uralkodó korrupt, igazságtalan rendszert, amely a választási szabályokban is megmutatkozik. És van egy másik nagy érdeklődésre számot tartó pontja ennek a törvényjavaslatnak, ez az egy lista, két lista, 50 választókerületnek a kérdése. Itt, teljesen nyilvánvaló, hogy a Fidesz hülyének néz mindenkit, amikor azt mondja, hogy ez a kamupártok ellen hozza. Nyilvánvalóan nem a 2000 meg 3000 szavazatot kapó kamupártok bántják a Fidesznek az igazságérzetét vagy a választási esélyeit, hanem teljesen egyértelmű, hogy az ellenzéki lista állítása az, ami miatt ezt a javaslatot behozták ide. De az ellenzék részéről nem értem, hogy mi a problémájuk. Tehát senki nem tartott sem a Jobbik, sem az LMP, sem a Momentum fejéhez pisztolyt, például a 2019-es önkormányzati választáson, ahol a közös listán már elindultak a DK-val több megyében. Több megyében a Jobbik logója, a DK és az MSZP logója között szerepelt a szavazólapon közös listán. Semmilyen választójogi jogszabály nem volt, ami erre kényszerítette volna akár a Jobbikot, akár a Momentumot, akár az LMP-t. Semmilyen. És mégis azt választották, hogy igen, közös listát állítanak több megyében, a Szocikkal is, meg Gyurcsánnyal is. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a Jobbikot nem zavarja, hogyha őnekik közös listán kell elindulniuk Gyurcsány Ferenc pártjával. Hiszen már többször megtették. De most eljátsszák itt azt, hogy a nyilvánosság előtt meg sem fogják annak a kezét, akivel utána egyébként házasságra készülnek, hiszen önök közösen akarják kormányozni az országot Gyurcsány Ferenc pártjával. Miközben már régóta mindenki tudja egyébként, hogy viszonyuk van. És az a döbbenetes, képviselőtársaim, hogy kiadnak olyan nyilatkozatot, hogy közös miniszterelnök jelöltet fognak állítani, és az előválasztás végeredményét el fogják fogadni. Tehát adott esetben minden balliberális képviselő és képviselőjelölt, és ideértem a Jobbikot, az LMP-t és a Momentumot is, hajlandó lesz azért dolgozni, hogy Dobrev Klára legyen Magyarország miniszterelnöke. Önöknek ez nem probléma. Önöknek ez nem probléma. Tehát mondjuk ki ezt deklaráltan, egy közleményben közösen tudatták. Hát innentől kezdve ne játsszák el a gyurcsányfóbiát, ne játsszák el azt, hogy fontos az, hogy egyébként Gyurcsány Ferenc a kormányzása idején mit csinált, vagy hogy azok az értékek, amik ellen egyébként 2006-ban még többen önök közül személyesen is küzdöttek, azok még mindig jelentenek bármit is önöknek. De az önkormányzati választás is egy ilyen helyzet volt, és az önkormányzatok jelenlegi működésében önök olyan polgármestereket támogatnak, akik DK-s politikus bűnözőknek milliós összegeket fizetnek ki havonta. Újbudán volt erről szavazás, hogy Ceglédi Csaba, DK-s politikus bűnöző szerződését szüntessék meg. És ellene szavazott a Jobbik, az LMP vagy a Momentum? Nem. De mondok egy másik példát. Soproni Tamás, 6. kerületi terézvárosi polgármester betiltotta a Mi Hazánk Mozgalom közterületen felállítandó keresztjét. És önök együttműködnek ezzel a Soproni Tamással, ezt a Soproni Tamást támogatják, hogy polgármester legyen Terézvárosnak. Tehát semmi nem zavarja sem az LMP-t, sem a Momentumot, sem a Jobbikot, amikor ilyen döntéseket meghoznak. Nem volt egyetlen képviselő, aki fölállt volna és azt mondta volna, hogy hát ez azért gáz. Egy se volt. Csak az elvtelenség az, ami ezt a szörny koalíciót jellemzi. És ne játsszák el azt, még egyszer mondom, hogy nem ilyen döntéseket fognak hozni. Hát látjuk, hogy ahol kormányoznak, ott van Ceglédi Csaba. Látjuk, hogy ahol kormányoznak, ott betiltják a keresztet.
Ne mondják már azt, hogyha Magyarországon önök adnák a kormánytöbbséget, a Jobbikkal kiegészülve nem ilyen döntések születnének. Hát látjuk, hogy ezek születnek. És ez nem közös lista, meg külön lista kérdése. Innentől kezdve ez egy technikai kérdés, nem kell eljátszaniuk azt, hogyha Gyurcsány Ferenccel közösen kormányoznak, de vele közös listára nem hajlandók fölkerülni. Hát egy közös kormányzás az sokkal mélyebb együttműködést jelent, mint az, hogy egy választáson közös listán indulok el. Senki nem tartott pisztolyt a fejükhöz, hogy Heves megyében, Komárom-Esztergom megyében közös listán induljanak el a DK-val. Még egyszer mondom. És a legnagyobb jogsértésről, ami egyébként az elmúlt év választásain történt, arról még szeretnék szót ejteni. Mert az egyébként éppen a Mi Hazánk mozgalmat érte, és erre sem a jelenlegi választójogi rendszer, sem a most beterjesztett módosítás semmilyen lehetőséget nem ad. Nevezetesen az az egészen elképesztő cenzúra, amit nem csak a Facebook, és nem csak az Instagram, és nem csak ezek a multitech cégek követnek el, hanem Magyarországon működő televízió, az RTL Klub. Minden egyes médiumnak, amely hajlandó arra, hogy közzéteszi a választáson induló jelölő szervezeteknek a politikai reklámfilmjét, ezt világosan le van írva a törvényben, hogy ezért egyrészt nem vonható felelősségre, másrészt változtatás nélkül köteles közölni azt, amit a jelölő szervezet számára elküld. Mi ugyanígy elküldtük az RTL Klubnak a választási kampányfilmünket az európai parlamenti választást megelőzően, és az RTL Klub a jogszabályokat teljesen figyelmen kívül hagyva, a cigánybűnözés szó miatt ezt nem volt hajlandó leadni. Természetesen jogorvoslatért a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordultunk, majd bírósághoz is fordultunk, tehát jogerős bírósági ítéletünk volt arról, hogy az RTL Klub megsértette a választójogi törvényt, megsértette a választójogi alapelveket, és az RTL Klub mit csinált? Továbbra sem csinált semmit. Tehát Magyarország legnézettebb televíziója minden következmény nélkül megteheti azt, hogy fittyet hány a választójogi szabályokra, fittyet hány a választójogi alapelvekre, alapelvsértés is történt ebben az esetben, és nem tudjuk semmilyen módon érvényesíteni az igazunkat, mert nem adja le továbbra sem a kampányfilmünket. Érdekes, ilyenkor senki nem háborodik fel, senkinek a demokratikus érzékét ez nem sérti meg, hogyha velünk szemben, a Mi Hazánk mozgalommal szemben történik bármilyen jogsértés, akkor egyetlen egy demokráciára annyira érzékeny, jogállamiságra annyira érzékeny képviselő sem emeli fel a szavát, mert egyértelműen saját politikai alapjukon kettős mércével mérnek. Tehát én arra kérem önöket, hogy mind a Fidesz, mind a bal liberális oldalt fejezze be az álszentséget és a választási csalásokat is, ne akarják átverni az embereket, ne akarják szavazatvásárlással megnyerni a választásokat, hanem tisztességesen, programalapon, vitaalapon a magyar emberek érdekében küzdjünk meg egymással a 2022-es választáson. Köszönöm a figyelmüket!